Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennék egy újabb patch per update bemutató, kibeszélő videóban. Ki fogok térni arra, hogy mi érkezett az új update-tal, és szokás szerint el fogom mondani róla a véleményemet úgyhogy nem is húznám tovább a szót, vágjunk is bele, de mindenek előtt, srácok, lányok, szeretném megköszönni a csatorna tagoknak a támogatást a csatorna iránt. Tényleg egyre többen vagyunk, most már baromira sokan vagyunk, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok, srácok, lányok, és ha lehetőségetek van és szeretnétek támogatni, akkor lehetőségetek van, a leírásban megtaláljátok a csatorna tagság vásárlásához szükséges linket, úgyhogy ha még nem tettétek meg, srácok, lányok, akkor mindenféleképpen ajánlom, hogy vegyétek figyelembe, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek itt a listában a támogatást. Visszaérkezett a Getter Friends opció a játékban, tudjátok, ami benn volt a jelenlegi első szezon elején is, amikor be tudtad aktiválni valakinek a kódját, és kaptál egy fegyvert. Ugye az előző szezonban nagyon sokan egy ide smg adtak mindenkinek, köztük egyébként én is, mert jelenleg még nem tudtam, hogy mi az, de a lényeg az, hogy be tudsz állítani egy fegyvert, amit ha valakinek ezt a kódot megadod és beaktiválja, megkapja, ez lehet legendari, epik, és igazából a fegyverek tárház az igazából rajtad áll, hogy mit van és mit szeretnél adni a játékosoknak, értem, szerint minden jobb fegyvert érdemes ajándékozni. Úgyhogy a srácok, lányok, ha szeretnétek megosztani a kódotokat és egy fegyvert egy játékossal, akkor lehetőségetek van rá, illetve szokás szerint, mint az előző felvonásban, itt is, hogyha használják a kódotokat, ti kaptok pontokat, amiket értékes jutalmakra tudtok beváltani. Úgyhogy ha nem tudjátok, hogy hogyan kell beváltani, azt is elmondom, ha megnyomjátok az F3-as gombot, majd az X gombot a billentyűzeteteken, ott be tudjátok írni a kódot, is be is tudjátok aktiválni. A kódot pedig az F3-as panelen, az event résznél, a Gather Fans opciónál tudjátok megosztani, kimásolni. Úgyhogy ha használjátok egészséges, srácok, lányok, én örülök, hogy ez az opció visszajött. Kisebb kiegészítés, mivel most olvastam, az a pont, amit ti ebből szereztek, tehát hogyha embereket hívtok meg ezután, hogy pontot kaptok, ez a pont nem vihető át egy következő szízenre, egy következő szerverre. Tehát, hogyha ez a szerver elér egy vibe stádiumba és te átmész egy másik szerverre ez a pont elveszik, tehát fontos, hogy mindig költsétek el. És akkor beszéljünk az új skinekről. Sajnos vagy nem sajnos, valaki biztos örül neki, én például nem. Érkezett még egy új láda a játékba, hát bár csak másra fordítanák az időt, nem pedig a ládákra és a skinekre. Hú, na mindegy, a lényeg az, hogy beérkezett az új láda, ami ezt a skin packet tartalmazza, illetőlegesen, ezt most pontosan nem feltétlen értettem, de bevágok még egy képet, ahol elméletileg ezt nem ládából kell megszereznetek, hanem ezt ti meg tudjátok venni külön a teritori részen belül a shopban. Ezt nem feltétlen tudtam összevetni, úgyhogy mindenféleképpen csekkoljátok le és nézzétek meg. Egy dolog biztos, hogy ezt a képet, amit itt láttatok a kettő emberről, azt ládából tudjátok kinyitni. A másik kettőt meg elméletileg is meg tudjátok venni a shopba. Nagyon összezavarodtam itt az olvasás között, hogy ezt nem állítom nektek 100%-ra. De nem hiszem, hogy mindent ládából lehet megnyitni, legalábbis az utolsó képet, amit mutattam, azt emléletileg a teritori részemből a shopba meg lehet venni, úgyhogy csekkoljátok le, srácok, lányok. A ládáról pedig annyit, hogy sajnálom hogy a játékba az új kontent helyett igazából erre fókuszálnak. Én megértem, hogy kell a játékba a pénz. Én továbbra is azt tartom, hogy inkább rakjanak be új skineket, motorszkineket, fegyver fegyverskineket a shopba, de ne ládába kelljen kinyitni, ami tök szerencsén alapul, hiszen nagyon sok pénzt elköltesz rá, nagyon sok pénz elmegy rá, nem mindenki tudja megvenni, illetve az emberek nagyon sok pénzt kiadnak érte, ehelyett berakhattanak tényleg skineket, fegyverskineket, motorskineket, amiket még én is megvennék, hogy támogassam a fejlesztőket, de ennyi pénzt nem fogok kiadni egy ládára, és azt sem biztos, hogy megkapom, amit szeretnék. Úgyhogy aki várt ezt, annak most megérkezett, aki pedig nem szereti, mint én, az pedig sohajt egyet és tovább lép. A mod -back -back mostantól születel a modokat a Core és az butsz alapján. Hamarosan ez a funkció a mod teben is elérhető lesz. Új szőri opciók érhetőek a weapon build és az armor modokhoz a Disabli A kidobott modok mostantól a lista lesznek és automatikusan kiválasztódnak. Röviden többen nem most már a mászás, illetve mozgás animáció sokkal smoothabb lett, sokkal látványosabb, sokkal folyamatosabb, mint eddig. Törekedtek arra, hogy ne legyenek bugok, -ok, ne legyenek akadások, a ténylegesen, ténylegesen 60 fps-be mutak lássuk a mozgást. Erről sok mindent nem tudok elmondani, igyekeztem így összeszedni a gondolatomat, de tényleg ennyi a mozgás és a mászás jobban néz ki, szebb, folyamatosabb. A Primevalon is történtek változtatások. Azok a játékosok, akik eddig csak farmolni mentek oda a Primevalra és nem csináltak semmit, azokat mostantól bünteti a játék. Azok a játékosok, akik nem mozognak a területen, de hát egy helyben állnak, azokat a területen kívül, tehát a teritorin kívülre fogja teleportálni. Ezáltal ők nem kapják meg a jutalmat, és ténylegesen tenni kell azért, hogy valami jutalmat szerezzetek. Illetve az is fontos, hogy a fejlesztők állítják, hogy mostantól a varok jobban optimalizáltak lettek, én nem tapasztaltam ilyesmit, szerintem továbbra is laggolnak, talán egy minimálisan jobbak lettek, de sajnos lag továbbra is látható, tapasztalható, úgyhogy ezzel még várnunk kell. A fejlesztők megkérték a játékosokat, hogyha továbbra is laggodva problémákat tapasztalnak, azt jelezzék. Úgyhogy a srácok, lányok, amit nem tettétek meg, mindenféleképpen ajánlom, hogy jelezzétek ezt a Discord szerverükön. Az építésén felületen módosították a létesítmények besorolását. A termelési létesítmények mostantól megjelenítik a jelenleg építhető mennyiséget, amelyet a Mementix befolyásol. A Public World módosítása miatt néhány morfik két helye megváltozott. A játékosok még mindig megtalálják őket a korábbi koordinátáik közelében. Fejlesztették a megosztási funkciót Hills Moving House esetében. Az esemény aktiválása után a helyszín mostantól megjelenik a térképen. Három új ritka növény került hozzáadásra a Pollution Zone-hoz. Contaminated wheat, contaminated berries, contaminated aloe vera. A contaminated növények nem fogyaszthatók, de kis mennyiségű acidot nyerhetsz belülük a brewing barrel használatával. A növények gyűjtése során magokat is találhatsz. Field Guide frissítés. A Field Guide-ban mostantól olyan deviánsokat is megtalálunk, ami nem feltétlen aktuális abban az adott szkenárióban, amiben játszunk. Illetve hozzáadtak formulákat is a Building katalógushoz, hogyha meg tudjuk nézni, hogy mi mennyi nyersanyagba kerül, illetve hogyan néz ki részletesebb viszper blokkolási lehetőséget biztosítottak. A játékosok mostantól választhatják, hogy blokkolják a viszper üzeneteket a területükön vagy a strongholdban, a zalábi menüpontok alatt. Eszkép, System Settings, Game Settings, Gameplay Settings and Whisper Settings. És akkor jöjjön szerintem a legjobb rész az én saját véleményem a frissítéssel kapcsolatban. Nos, nekem tetszik az, hogy ténylegesen javítottad nagyon sok bugot, bug a játékba. Tetszik az, hogy a Gather Friends visszajött, hiszen ezzel mind az új játékosoknak, mint pedig már a meglévő játékosoknak tudunk biztosítani egy kóddal a fegyvert, illetve ebből mi is tudunk jutalmat szerezni, tehát lényegében oda-vissza megjutalmazzuk egymást. A ládákról és a ládás skinekről Hát őszinte leszek veletek, nekem nagyon nem tetszik ez az irány, hogy a játék ilyen irányba ment el, hogy ládákat kell nyitni, nagyon sok pénzt kell feltölteni, ha szerencséd van, megkapod azt kint, ha szerencséd van, nem én ezt ugye több videóban, több streamben is hangozhattam, hogy ez szerintem nem egy jó irány, és mondtam, hogyha a játék irányba fog, ilyen irányba fog elmenni, az egyrészt mind játékos bázis csökkenéshez vezet, másrészt pedig a játékosok nem fognak annyi pénzt költeni a játékba, vagy pedig nem fognak ilyen dolgokra költeni. De mint ugye említettem a videóban, érkezik a shoppon belül, a territory részlegen belül egy olyan skin pack is, Ilyen kisebbek, amit meg tudunk vásárolni. Ha minden igaz, az viszont tetszik, mindenképpen le fogom csekkolni és meg fogom nézni. Úgyhogy az viszont tetszik, hogy ezt berakták, és ha jól tudom, ebben nem vagyok 100%-ig biztos, ezt tényleg nem kell ládából kinyitni, ezt meg tudjátok venni, és szerintem még jól is néz ki, persze, ez mindenkinek más, más kinek mi tetszik kinek mi az, ami, ami tetszik a modokkal kapcsolatban röviden tömören tetszik, hogy most már lehet szűrni, meg rendezni a dolgokat, ez kifejezetten egy hasznos funkció, és tetszik. A mászás, illetve mozgás animációkról röviden tömören annyi, hogy látványosan egyébként nem nagyon látszik, de ezt nem tudom így pontosan így megnézni, képkockázni, stb. A lényeg az, hogy ezt leírták, én hiszek nekik, biztos, hogy megcsinálták. Jobb a mászás, illetve a mozgás animáció, én hiszek nekik. A prime azt az, hogy azokat a játékosokat büntetik, akik afkolnak, ez nekem tetszik. Engem nagyon zavart az, amikor ténylegesen a játékosok csak ott álltak és semmit nem csináltak. Úgyhogy most már, hogyha valaki mondjuk leül mondjuk filmet nézni, vagy elmegy kajálni, vagy, vagy animét nézni, vagy bármi közben ott afkol a játékban, hát az bizony ki fogja teleportálni a játék a területről, és nem fogja megkapni a rivardját. Az kétséges, hogy a Prime-on javították-e a lagot, illetve egyéb optimalizálásokat végrehajtottak-e. Én azt tapasztaltam, hogy egy minimálisan talán jobban futnak a prime az új hard szervereken, de hogy egyéb, inf hát egyéb információt, nem, nem tudom, én ezt mondtam, egyéb dolgokat nem nagyon vettem észre ezzel kapcsolatban, szerintem maradt a légi ugyanaz, tehát laggol, teleportálgatnak a playerek, nem tudsz beleülni a türetbe annyira laggol, ezt nem tudsz újra tölteni úgyhogy szerintem ezzel kapcsolatban nem nagyon történt semmi. Tegyünk is hát akkor arra, hogy a morféteknek a helye megváltozott bizonyos területeken, a környezetben ugyanúgy meg tudjátok ezeket találni, tehát nem valami nagy vasszűz, azt továbbra is csak keresni kell, most olyan, nem egy fix locationre kell mennetek a morfitek kapcsolatban. Ugye bejöttek az új növények, ugye eddig voltak devéti növények, most jöttek be kontaminált növények, köztük ugye a vita, a illetve az alolvera, ugye ezeket most már át tudjuk alakítani amiből aszidot tudunk szerezni a barrel Én nem nagyon alakítgattam át növényeket, meg semmit, Azt így, de hogy én akarok farmolni, elmegyek workshopozni, benyomok egy csótányt, amivel 50%-kal több aszidot tudok farmolni. Szerintem még mindig ez egy nagyon jó farm opció. Persze mindenki dönts el, aki például így farmolta eddig az aszidot, hogy kraftolgatta meg Brewing barrel -ezett annak most itt egy plusz opció, szerintem ez nem árt a játéknak, nem is veszel. Ez szerintem egy jó plusz dolog, úgyhogy ezt mindenféleképpen tetszik a field hogy ugye hozzáadták a deviánsokat, hogy olyan deviánsokat is most már meg tudunk nézni, amiket eddig ugye nem tudtunk, mert nem voltak az adott szkenárióban, most az összeset meg tudjuk nézni, illetve a bútorokat, tehát formulákat is meg tudunk nézni, illetve hogy milyen alapanyagok kellenek hozzá. Én szerintem ez egy nagyon jó dolog. Illetve az is, hogy a Visper funkciókat kiegészítették, engem például nagyon idegesített, és én mindig is kikapcsoltam őket. Mindig pont olyan helyeken voltak ezek az üzenetek, ahol vagy nem tudtam felmászni létrán, vagy nem tudtam felvenni a küldetést. Szóval, hogy mindig kikapcsoltam őket, most már ezeket azért részletesebben is be lehet állítani, nem muszáj egyből kikapcsolni, nem be egy állítani bizonyos területeken, bizonyos strongholdokban, hol legyen, hol ne legyen, Ugye szerintem ez egy hasznos dolog. illetve jöttek részletesebben egy ilyen komolyabb lista a bugfixekről, ami most nem mendig bele. Szerintem ez nem egy rossz update, a ládákat leszámítva egyébként ténylegesen nem rossz, én nagyon kíváncsi leszek erre az új skinre. Úgyhogy a srácok, lányok mindenféleképpen dobjatok erre a videóra egy lájkot, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a csatornám, hogyha nem szeretnétek lemaradni a streamekről, illetve az új videókról, ne felejtsétek el, napi szinten streamelek, úgyhogy ha még nem csekkoltátok le a csatornámat, akkor mindenféleképpen ajánlom, általában minden nap ilyen kettő órától kicsivel hamarabb, kicsivel később szoktam streamelni, egészen estig, úgyhogy ha nem szeretnétek lemaradni a streamekről, mindenképpen dobjatok egy feliratkozást gyertek fel a Discord szerveremmel, megtaláljátok a leírásba, illetve most már elérhető vagyok X-en is, hogyha szeretnétek bekövetni X-en, azt is megtaláljátok a leírásba. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!